összefogás egy barát érte, vagy Vácot jótékonysági futballmérkőzést szerveztek beteg edzőjüknek. Mózner János csatárként is megtapasztalta egykor, mi a fájdalom, hisz Dorogon még a lábát is eltörték annak idején, ám most még nagyobb küzdelemre kényszerül az életéért. Leukémiában szenved, de a kedvére rendezett mérkőzés előtti napon kiengedték a kórházból, hogy szeretteivel lehessen. Nagyon nehéz időszakon van, túl sokáig úgy tűnt, nem lehet majd ott a stadionban. Végül János mégis elment, mert személyesen szerette volna megköszönni mindazt, amit betegsége alatt eddig kapott, nekünk is nyilatkozott. Sok mindenen keresztül mentem, de az, hogy itt hol lehetek, hát ez el se hiszem, még ez ilyen teljesen valószínűtlen. Mózner János rövid időre, de hazaérkezett a kórházból. A korábbi váci játékos és edző leukémiás, de ott lehetett azon a mérkőzésen, amit érte rendezett két korábbi klubja, a Vác és a Puskás Ferenc Akadémia. Nem nagyon akarok beszélni arról, hogy miken mentem keresztül, de csak annyit, aki egy kicsit is így értem, ilyen vérképzőszerű betegségekhez, tehát egy ilyen 180 ezeres fehérvér sejtszám az nem egészséges. Ebből indultunk, és végül is most úgy van, hogy most már van saját vérem, tehát saját termelésben van fehérvérsejtem, vörösvérsejtem, vérlemezkém, ami azért nagyon fontos, mert ehhez most nem kell külön vérplazmát kaptam, hemoglobint, trombocitát, ami hát ez idáig a életemet jellemezte, hogy szinte ezek tartottak életben. Idáig a kezelések, amiket kaptam, az úgy néz ki, hogy hatásosak, ezért a mostani vérképem alapján úgy döntött a kezelőorvosom, hogy egy két hetes pihenőre mehetek, természetesen folyamatos kontroll alatt. A korábbi társak az öreg fiúk válogatott ellen játszottak egy célért. Fiatalon kerültem ide Vácra, amikor a Vác feljutott, és ő már akkor idősebb játékos volt, és nagyon sok olyan dolgot lestem el tőle, meg csibészséget tanultam tőle, ami neki már benne volt a vérében, meg tanult. Nagyon sok közös élményem van vele, úgyhogy nagyon ezek előjönnek ilyenkor. Nagyon tiszta szívű és tiszta lelkű ember a János. Ilyen volt fiatal korából, és egy nagyon érzékeny, nagyon jó szándékú ember, ilyen volt mindig, és azt hiszem, ilyen is maradt szerintem. A Mózner Janit nagyon tisztelem, és mint kollega nagyon sokat találkoztunk a mérkőzéseken. Janival én mindig párba voltam, én a védőként, a Jani meg ugye támadó volt. Nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon jól látta a futballt. Remélem, hogy hamarosan vissza tud térni az edzői pályára is majd. Hogy akár újra ő állítsa össze a váci kezdőcsapatot, hiszen a felkészülést még János kezdte el a Váccal, amikor jött a betegség. De klubjai, a válogatott, az egykori ellenfelek és játékosok, valamint korábbi társai is mellette állnak, és a segítségére siettek. A Jóisten szervezésében valami ez úgy is történt, hogy pont erre a jótékonysági mérkőzésre itt lehetek. Ez szeretném külön megköszönni Kisferi barátomnak, aki ezt a egész történetet elindítottam. Pizzába ebben a mezben játszottatok. És ezt pedig a Csima Györgyen állotta föl Jánosnak, volt csapattársa, hogy ugye a közép-európai kupában másik helyezést értek el. Ott van a fénykép. Igen, igen. Így van, így, na itt van a tabrosz, így van. Hát nagyon örülök, hogy ennyi emberben hagytam olyan nyomot, hogy amikor hát úgy érzik, hogy bajban vagyok, akkor hát eljöttek, és a jelenlétükkel biztatnak és segítenek abban, hogy felépüljek. A jótékonysági mérkőzés bevételét Mózner János kezelésére fordítják. Ritkán jut eszébe az embernek, hogy itt végig gondolja, hogy hány embernek fontos. És hát ez egy számomra is egy kicsit meglepő, hogy ennyi embert meg tudtam mozgatni érzelmileg.